kormányzat az önkormányzati vezetők polgármesterek hatáskörébe utalta azt a döntést, hogy mely közterületeken legyen kötelező a maszkviselés az adott településeken. Ennek megfelelően Miskolcon is összeült az operatív törzs és meghozta a szükséges döntéseket. A válasz az nagyon rövid és egyszerű, minden közterületen kötelező maszkot viselni ma éjféltől Miskolcon. Ez azt jelenti, hogy a város valamennyi utcáján, terén, közterületén kötelező arcot, orrot és tájat takaró maszkot viselni a kormányzati intézkedésekkel összhangban. Én minden esetben betartom, az csak természetes, és be kellene mindenkinek. Közeledik a 20 óra, illetve elmúlt a 20 óra a kijárási tilalom kezdete. A közterületi állomány számára, valamint a térfelügyeleti szolgálaton dolgozó kollégák számára külön feladatként került meghatározásra, hogy az kijárási tilalom idején, az éjszakai órákban, illetve hát előtte a kijárási korlátozás időszakában kísérjék fokozott figyelemmel a közterületi mozgást. Minden olyan esetben, amikor észlelik, hogy a közterületen személyes jelenlét tapasztalható, általában ezt rögzítik számadatokkal, és amennyiben olyan esemény válik indokoltá, vagy olyan esemény következik be, amely indokoltá teszi a rendőrség értesítését, akkor természetesen a kollégáim értesítik a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársait.